Németh László följegyzése Tamás Járon testvéreiről 1935-ből. A költő öccse és húga épp oly élvezetesen meséltek, mint a költő. Egy séta kellett volna csak neki ki a műveltségbe, hogy felfedezzék, mi van bennük. Épp olyan költők lettek volna, mint ők. Tamási Anna 1891-ben született, 1986-ban halt meg. Tamási Áron 1897-ben született, 1966-ban halt meg. Tamási Ágnes 1903-ban született, 1991-ben halt meg. Tamási Gáspár 1904-ben született, 1982-ben halt meg. Tamási Erzsébet 1911-ben született. Férje Sipos Ferenc 1905-ben született. Tamási Áron, szülőföldem. Igen, vannak dolgok, miket nem lehet magyarázni. Ilyen az is, amikor évekig küszködik valaki, hogy könyvekben megteremtsen egy világot. De ahogy akarná és ahogy szeretné, úgy sohasem sikerül. És akkor eljön egy tájra és beszél emberekkel, nézi a házakat, a föld hajlatait és a fény bujkálását azok felett, orrában érzi illatát a földnek, minek sarát a kezén és a lábán hordozta valamikor, sporát az arcán. Igen, eljött erre a tájra, és akkor betelve látja, hogy amit nem tudott megteremteni, itt van az isteni mű. Az én jó testvérem még kicsi korában olyan óvatos volt. Induló félbe volt. Egyet lépett. Csalogattam utána. Akkor, ha valami elejébe került, egy szénaszál vagy szalmaszál, lehajlott, félredobta. Úgy, akkor mondta édesapámnak, hogy apám, né! Hogy nézzen oda, hogy ő tud menni. Olyan benne volt a himlőbe, 6 éves korában. Akkor se 40 fok láza volt, de még akkor se pihent. Fölült az ágyba, faragta a buzzafapuskát, annyit forgácsolt az ágy elejébe. Anyám mondta neki, hogy feküdj le, Áron, feküdj le, mert így nem lesz jobban. De nem lehetett lefektetni, olyan nyugtalan volt erősen, pedig olyan beteg volt, hogy gyújt, meg olyan lázas volt. Akkor 6 hét alatt meghalt 3 testvérünk. Áronnál fiatalabbak voltak. Rozáli volt 3 éves, akkor Érzsi volt 1,5, és a kisebbik pedig volt 6 hét is. 6 hét is. Anyám úgy sírt, hogy már ki kell tenni a bölcsőt. Ő úgy szokja meg, hogy már ezután mit dolgozzék? Olyan rossz érzése volt, annyit sírt, elég tudtuk vigasztalni. Én, mint nagyobb, a többit én gondoztam, én irányítottam. Nyári munkába, s mindenütt. Parancsoltam, ha szót fogadtak, jó volt, ha nem bizony. Rejöttem. Elmentünk kapálni, nagyanyám, Áron, én. Mi voltunk a mezei munkások inkább, a többi aporábbak voltak. Áront, hogy kisebb volt, elküldtük vízét, kicsi kapuvállójára. Szonyasok voltunk, nem jött a vízés. Nem jött a vízés. Örökké néztük, hogy ha nem jöjjön, nem es. Á, bizony nem jött.
Azt mondja a nagyanyám, hogy hát így nézz utána, hova lettél te? Elmegyek utána, hát a válló végére le van üve. Nagy fűszálak voltak ott a válló végén, és azt leszedett egy markas, annak kibontotta a magját, ki a magjának, és a magját oda sorba raktas, azt babrálta. Úgy oda mentem a háta meg, hogy észre se vette. Anyám elvitt oda, nézd, én a csinálni helyet, Mordicának hívják azt a nehelyet, Mordica, úgy hívják. Az a Tamásoké volt, az a Mordica nevezetű hely. Aztán engemet letettek az árnyékban a falra, és aztán anyám azt mondta Áronnak, hogy ügyelj le Ankáról. És Áron mellém leült, ő gyermek volt, és aztán egy fűszálat elébe csitta az uromnál húzkát és az arcom, és mindörök is. Akkor én kezdtem sírni. Aztán anyám azt mondja, mit csinálsz le Ankának, társ? És semmit sem. Akkor ezt mondjuk, hogy elhallgattam egy kicsit, akkor ezt mondjuk kezdett baglálni rajtam, és én nem állottam. No. Az anyám azt mondja, te valamit csinálsz a gyermeknek, mert van, amit elhallgatnom. Aztán bevallotta, hogy húzkálja a füvet. De ahol a hídon keresztül jöttünk, ahogy éppen alul. Ott a mi híd már, a hídon alul, ahol. Ott volt. Addig döpölték a tömést, hogy a rákok jönnek elé, hogy aztán ott ott a híd, és aztán a gátja volt, ott a víznek mélysége volt. Aztán nagy tömés volt már, törzsekből és mindenből össze volt rakva, aztán ott a vizet rákáztak, ott a döpölték azt a tövést. Aztán valahogy Mihály elejé bekerült, alsába belé ment az, amit Mihály döpöltes. Aztán egyszerűen a vér lett a vízből, kezdett a vér folyni, aztán megpirosodott a vízes. Aztán megjelzett erősen, hogy már most mi lesz. Aztán kértek, hogy nagy, eljöttek hazas. Aztán valamilyen megúrosulták, aztán elmúlott a vérzés és a fájdalma, és már abban nem halt belé. A hegybe eljártak sózni, sózni küldték anyámék. Apám azt mondta, menj ezt a tilókot, sóz meg, mert az a félhátok a marhák, ne el voltak csapata a nyárba. És aztán elküldte apám, hogy sóz meg a tilókot, igen, de aztán a nagyos időt elé, hogy estére, hogy anyám elejébe, hova lett és Istenem, most meghalvalós. Elment anyám, aztán elejébe, és valószínűleg találkoztak, úgy aztán úgy jött haza. Tamási Áron, bölcső és bagoly. Na vége az életemnek, gondoltam magamban. A kalapomat nehogy a szél elvigye, a szájával fölfelé a tarisnyába tettem, s a madárfiút beléültettem a kalapba. Úgy féltem, hogy azt hittem, teljesen megemészt engem a félelem. Amikor a makkos erdőnek már a szélén jártam, hát a korai alkonyatban egy kicsi fiatal és fürge asszony tűnt fel, amint szembe jött velem. Mindenre gondoltam volna, csak éppen arra nem, hogy anyám lesz a fiatal fürge asszony. Pedig édesanyám volt, mert amikor meglátott, örömében mindjárt felkiáltott, majd odafutott hozzám és átölelt. Tudtam, hogy értem jött, mert űzte az aggodalom. Megsóztam a tinókat, mondtam neki. Megfogta anyám a kezemet, és úgy kezdett vezetni, mintha nála nélkül nem tudnék egyet sem menni. A másik kezében valami furcsa kampós pálca volt, de a pálcán drótok voltak, és az alján kicsi és fekete vászontollak lebegtek. Az mi a keziben? Kérdeztem. Esőtartó, mondta anyám. Amikor látta, hogy csak botot látok, hozzátette. A vásznát elvitte a szél. Édesanyám beszélte, hogy egy karácsony éjjelin, akkor a legények jártak kántálni. Mentek a leányokhoz, egész ilyen egyik helyről mentek a más helyről, éneklőtek, karácsonyi éneklőtek. Igen. Aztán Áron bátyám 9 esztendős legényke volt. És itt a szomszédban ez a bátyánk is volt, és nénénk is volt, annak volt egy fia. Annak a fiának a pisztolya az asztalra le volt téve, és Áron bátyám bement oda náluk, és addig babrálta azt a pisztoly be volt őt, és szólott a pisztoly. És akkor a balkázin a hüvelykujját elvitte. Aztán nagy sírva hazajött, olyan éjfél tájat volt ez. Nagy sírva hazajött, és édesanyám mondta, hogy ne sírjon, mert édesapám le volt fekülve, hogy nehogy megöbredjön. Aztán reggel levitték a kórházba. A lábáról és karjáról minden innent húst vágtak le, de az ujját nem tudták visszaforrasztani, le kellett vágják. Az ujja ott volt a gerendában, ne, úgy hívjuk, mert gerenda a padlót, mert egy gerendások a házban. Fent van. Igen. És papírban belé volt csombolítva, ott van fél volt tényleg a gerendában, és
Örke úgy féltünk, alatta elmenni, mikor anyának nem volt a kitűnő, hogy ott az ujja, ott a gyermekek voltunk mű, ő is egy gyermek volt még. És aztán így lett ő, hogy volt egy papbátyán Kánolnok Gyulafehérváron, és az azt mondta, hogy úgyse lesz munkásember belőle, és adják az iskolába. Aztán így ment ő félsőbb iskolába, hál' Istennek, jó ember lett belőle. Az édesapánkra jól emlékezünk már, ugye egy kicsit iszákos ember volt. Aztán hazajött a zivásból, ahol azt mondja, hogy énekült, de mi féltünk tőle, lefeküdtünk, féltünk, hallgattunk. Egyszer azt mondja, hogy hallám, ki akar velem megküzdeni, nyújtsa fel az ujját. Mi a fejünkre félhúztukat akarodzott, de nem nyújtottuk fel az ujjunkat se. Úgy hallgattunk, egyszer egy kicsi időm van, azt mondja, hát senki se jelönközik. Nem jelönköztünk, hogy ki akar vele megküzdeni. Volt itt a szomszédban egy öreg asszony. Aztán kicsi leánkák voltunk, gyermekek, nyárba jöttünk, mentünk. Anyámék, édesanyámék elmentek a mezőres, én még kicsi voltam, azt tudom. És akkor az öreg asszont örökké szorított, és kerítettük meg, hogy mondjon nekünk mesét, mondjon nekünk mesét. A sokat tudott, mondjon nekünk mesét. Aztán volt, amikor mondott nekünk, de édesanyám nem mondott soha mesét. És édesanyámnak itt a kermelet, ahogy kiment a kert, a Leteményesnél ott olyan szép virágja volt sok, mindenféle, nyárban. És itt a kútnál is az a kicsi kert, az is virágos kertje volt. Itt, ahol a kicsi konyha van, ott volt egy kemenceben, és ott volt a fittő, hogy nyárban, és ősszél valamennyi ideig ott üzeltek, és ott főztek, és a szabad volt. És itt pedig egy olyan kieresztés volt, hogy nem ilyen, nem így nézett ki, mert a lépcső onnan jött ki, így, szembe az ajtóval, onnan jött fi, és akkor aztán ott volt egy féljárás, egy olyan lépcsők voltak, és volt, ahol megfogni is, ott volt egy olyan, ezt bé volt csinálva, hogy úgy likatosan bé volt csinálva, deszkával. A kert, a csűr akkor ott volt, így szembe. És itt pedig a Veteményes kert volt, itt ahol most a csűr van, és ott elő kert volt, hogy az udvartól külön volt. És ott akkor volt a Veteményes, ott volt egy körtövefa, ott volt egy almafa Veteményesben, de az a körtövefa is finom volt, az almafa is finom volt. Mikor a húsétban, ugye ezelőtt olyan volt a törvény és a katolikus vallás, hogy húsét reggelén megkerülték a határt. Határt megkerülték, búzát megszentítik, az egész határt megkerülték. Igen, megkerülték, keresztet vitték a lobogót. Akkor Kosovon mondták a keresztlás, aztán amikor ott van nagy út, már egy nagy kereszt, aztán ott, akik a templomba mentek, azok vettek, oda mentek hátra, és akik a hamezőről jöttek, akkor ezt találkoztak, és a zászlókot, ezt eljétették együtt. Tamási Áron, szülőföldem. Egy régi húsvét jut eszembe, a háború első húsvétja 15-ben. Az ötödik gimnáziumba jártam éppen, s a székely harisnya viseletet akkor tettem le húsvét napján reggel. Nagy napom volt egyébként is az a húsvét, mert a határkerülőknek én voltam a vezére. Amikor kerülés közben a szomszédfalu csapatával találkoztunk, s meghajtottuk egymás előtt a zászlóinkat, én feleltem meg a másik falu szónokának. Ott állottunk az országúton, egy úti kereszt mellett, és az egész falu színe előtt kellett bizonyítanom, hogy nem hiába vesztegettem könyvekre és tandíjra a pénzt. De tudtam én jól, mibe fogtam belé, és már azelőtt egy héttel megírtam a beszédet. 4 hosszú oldalra terjedt árkus papíroson, és 5 napig tanultam otthon a kertben a zsengefüvön sétálgatva a szilvafák alatt. Főleg a háborús hősökről írtam, akik védték a határt és a búzavetést, s akiknek vére megszentelte mind a kettőt. Egy szót se vétettem el, olyan jól elmondtam a beszédet. Csak éppen azt számítottam ki rosszul, hogy mikor sírjanak az emberek. Mert a csitítástól még messze voltam az írás szerint, amikor egyre másra bőgni kezdtek az asszonyok. Áron olyan búcsúztatott volt akkor, olyan emlékött, hogy mindenki sírt, mindenki, olyan... Olyan mondod, de én nem tudom. Tamási Áron,
húsvét reggelén. Ne sírjunk, hiszen szeret minket az Úr, és meg fog vigasztalni. Egy szép napon el fogja küldeni a legszebb ajándékot, az áldásos békét. Meg fogja hallgatni a mi imádságunkat, amelyet minden este elrebegünk, szorongó, bánatos szívvel. Elment egyszer iskolába, ugye, ő kijárta az egyetemet, akkor elment Kolozsvárra, onnan aztán Gyulafehérvárra, ment a kánonok bátyánkhoz, mikor úgy volt szabadsága, hogy nagyobb volt, és aztán Kolozsváron, amikor megnősült, hogy azelőtt már el volt Amerikába, elment volt. Mikor ment Amerikába, még innen a kertből, édesanyám mondta, hogy egy gyufás katujába földet, és még azt is vitte magával, a szülőföldet. A 20-as esztendőkben volt, mikor ő elment az Amerikába, és ott maradott 3 évig. Hát, jött haza. De még azt mondja közben, hogy elszegődött a könnyűesekhez segédmunkásnak Amerikába. Aztán oda ment, jót egy mester, a munkahelyre, kérte a mester, hogy maga külműves, mondta az író, én az. Aztán egy lapátot a kezébe adott, hogy csináljon maltvert, keverjen. Vízzel, lássan ugye vakóni vele. Aztán azt mondja, hogy kezdte csinálni a maltvert, és állandóan töltötte a vizet. Még akkor is, amikor a víz folyt ki a bárkából, már néha nem tudta volna, hogy hogy kell csinálni, hát azt hitte, hogy azt rögtön tőteni kell a vizet belé is. Egyszer a mester odaugrott, és kikapta a lapátot a kezébe is. Azt mondja, maga külműves? Én azt mondja, ó. Adja szalutát a mesternek is. Azt mondta, most mehet. Tűnjön el innen. Azt mondja az író, tudtam, hogy nem nekem szól, a külművesnek, azt mondja. Udvarhelyén, mikor hazajött, akkor mikor hazajött kérte, Amerikából, a ruhája látszott, hogy ruháján, nem belföldi, hanem valami idegen. Ugye amerikai ruhája volt neki. Addig eljött, nem baj, senki vele, udvarhelyet letartóztatták. Bevitték a rendőrségre. Lány önnek mondta, hogy ő farkas laki, születésű. Aztán kitelefonáltak ide Farkas lakára a tanácsházhoz, és megkérdezte a rendőrség, hogy ez az ember Farkas lakán született? Van neki ott születési igazolványa? Aztán innen a tanács kiigazolta, hogy Farkas laki született, és Kolozsváron lakik, most ilyen Amerikában. Aztán úgy engedte el a rendőrség, hogy hazamenjen Kolozsvára. Arra emlékszem, mikor édesapám meghalt, akkor hazajött volt. Édesapám 27-ben meghalt volt. És akkor Kolozsváról hazajött. Édesapám elhagyta az életét. Aztán nem írta oda, úgyhogy mert falun nem nagyot törődtek vele. Aztán Áron bátyám haragult, hogy az életét mi hagyta én. De a temetőben is meg lehet nézni az elődünknek, ott már nem a velünk volt együtt, se nem így, se nem úgy, se nem bátyámmal, hanem édesapámnak az édesapjával voltak testvérök, és azoknak is Tamásival. Tamási Sándor, Tamási Péter, Tamás... Eredetileg Tamásiak voltak. Az évet ott volt, csak édesapám örök elhagyta. Édesapám volt községi bíró, és volt ő is mindenféle a vezetőségben, így a faluhelyet. Hát amikor haza látogatott, akkor örökkétig Ágnes nénem mi ment haza. Aztán, ugye mikor itthon volt több ideig, volt nekem egy leánkám, nekem több volt, no, mert nekem leánkám, gyermekem 60, hálá Istennek. Volt egy Magdó nevezet is. Az amikor akkor alatt, akkor örökké Ágnes nénemnek által, amit segített, amit kellett azt. És akkor azután, amikor most a későbbi időben volt egy Marika leányom, az a legkisebbik, akkor az ment át a segít között Ágnes nénemnek, hogy amit kellett azt mosni is, vasalni is, a főzésnél, vagy ha valahol küldték.
akkor segítköztek neki. És aztán jött, eljött aztán látogatóban nálunk is, hogy meglátogasson. A másik testvérem miért sem ment, de lakni nem lakott nálunk. Csak Ágnes nénemnél. Tamási Áron, szülőföldem. Kezet fogunk és megcsókoljuk egymásnak az arcát. De a szavakat mind a ketten magunkban tartjuk, mert a szavak gyarlók így melegiben, mikor bódultak a percek. Felveszi Gáspár a bőröndöt, és elindulunk az állomás épületén keresztül. Egy szürke és egy pej lekantározva a rúd mellett hersegeti a szénát. Gáspár mondja nekem, hogy Ágnes is itt van. Ágnessel csak az öröm gyarapodik, mert testvérem ő is, a középső húgom. Minden emlékemet csak jónak mondhatom, ami véle kapcsolatos. Sőt, testileg és eszemben egyaránt fürgébb vagyok, ha csak a nevit is hallom. Mert a gyorsaságnak, észjárásban és mozdulatban mindig Ágnes volt a példaképe, amióta embereket ismerek. Egyszerre több helyen jelen lenni, és egyszerre több félét megcsinálni, soha senki sem tudott úgy, mint Ágnes. Piros pettyes fehér kendő van a fején, az álla alatt két bogra megkötve. Nagy barna szeme sejmesen tompán csillog alatta, s finom meccési orra és vékony ajkai úgy állanak a hirtelen vidámság ajtajában, mint valami ünnepjelző szertartási jelek. A lovak nem hirtelenkednek, hanem meggondoltan indítják a nehéz falusi szekeret, s amikor belékaphatnak az országútba, mely a városon vezet keresztül, akkor még egyenletesebbre fogják a menést. Ahogy hordozzák magukat, nem egy időre szóló testtartás az, mint a díszlovaké vagy a versenyparipáké, hanem maga a játékmentes és szeszély nélküli komolyság és örökös szolgálat. Valójában nem is maga viselet ez már, hanem sors, melynek a rámájában végzetesen együtt van földdel és emberrel az állat. Úgy ül a lovasgazda is, hogy abból látszik, ha őt teremtette volna történetesen lónak a természet, és mondjuk ezt a szürkét helyébe kocsisnak, akkor is hajszára így volna minden. Az ilyen kétfülű fazekak szeretik, mondom, ha jó módba viszik őket. Ágnes mulatságosnak találja, hogy egy edénynek ilyen természete legyen, de amint hamarjában észreveszem, csak a felszínen úszik a mulatság, s ott is elég soványan. S alatta panasz és elégedetlenség van, jól összegyűlve és mélyen. Bizony nehéz lehet megélni, pedig gyermekük nincs is, vagy éppen azért. Egy született volt a házasság elején, de amint én is jól tudom, nem csak meghalt, hanem az anyját is szinte magával vitte. Mátyás, vagyis az ura, afféle ember, aki nehezen akadékoskodik és könnyen lelkesedik, és amellett a szellemi természetű dolgokat úgy szereti, mint a gyermek a cukrot. De nem csak a keresetet hagyta idegenben, hanem néhány hónap alatt a két lovat is felemésztette. Úgy érte el ezt a gyors eredményt, hogy a keresetből nem csak maga ivott, hanem itatott mindenkit, akit csak megcsíphetett. Hát most hol van az urad? Kérdem. Fát vágnak a szederjesi erdőben, mondja. S te egyedül vagy itthon? Már 5 hete. Amikor hadajövök át ott Magyarországon, mindig meg jelentkezni udvarherré, a rendőrségre. Aztán az előtt volt egy nagy verekedés Szombathalva a udvarhely végébe. A farkaslakiak valami idegeneket megvertek ott, akkor divat volt a verekedés. Amikor mentünk, fogadott egy kocsit, lófogatott. Jó ügyes fiatalember lett a szomszéd valakit. Azért voltak a lovak, s eljött velünk. Azt mondja Ágnes, amikor megindultunk, hogy aztán vigyázzanak már azok az idegenek, akik a farkaslakiak megvertek, hát kitámadnak minket. De hát aztán addig tép múlt az idő, hogy jelentkezett, csak addig délebéd minden lejárt, mikor jöttünk hazafelé. A város végén volt egy kocsma. És annak egy csomó részegember kijött, azok a fűták fekéres,
A táblárok meglátták, a fekér oldalán mindig volt egy tábla, hogy hova van az ember. És a fogad. Jöttek, hogy minket megverjenek. A zíró volt feleségöstő, én, a fogatos, még egy fiatalember útban egy hozzánk társult volt. Volt egy válú, arra leengedte a fogatosunk a lovakot, hogy igyanak. Azok a részeket mellettünk rehajtották a málurat. Tehát olyan szűk válú volt, hogy két lónak való volt, hogy valahogy akadjunk össze. De aztán leszálltam, józan voltam, hát addig mondtam aztán nekik, hogy lecsillapítottam. Aztán a műszakeresünk visszahúzta a lovakot, és eljöttünk onnan, és a részegök ott maradtak. Aztán, na azt mondja az író, hogy D.T. Tágusnak a szava, azt mondja, hogy vigyázzunk, mert megvernek, mert meg is akarának verni. Azt mondja a felesége, hogy honnan ismerik úgy a farkaslakiakot, hogy olyan hamar megismertek, hogy mi farkaslakiak vagyunk. Azt mondja az író, hogy a kezek járásáról már kezekből kaptak. Arról ismerik. Süti András járt többet így, aztán nem tudom, Benedök Elek, ő már nem író volt, hanem úgy ő mesemondó volt. Aztán még jártak többen, csak úgy, hogy Ágnes Niementek, ő inkább tudná, hogy kiknek a leleg. Én Gyülös hát nálunk. Igen. Aztán Süti András, az a fiatal gyermek már tanuló volt csak még nem. Aztán örökké jött oda nálunk, örökké állunk, valahol később lett el. Süttem, azt mondják, hát van-e pupa kenyérünk, és mondom, most azt mondják, törjem rá, hogy a pupot úgy szeretik, hogy aztán ették a pupot. Aztán sokat az Süti András. Aztán azt mondja, állam mondta, hogy hát ezelőtt azt mondja, akkor mit lehet mondani? Azt mondja, mert a nagy magyar érzésű lehet előtte akármit mondani. Én örökké nincs főztem, hogy legyen fölösleges ételje, hogyha valaki jöv, hát akkor legyen készen hamu. Aztán azt mondtam, jó, és egy kicsit megmelegítettem az ételt, vittem be hamu, sávosan, és attól tájítottam, vittem be, és azt mondja azok az urak, hogy hát ilyen hamar készen, most azt nyár, állom, hogy Ágnes, amit egy villanás, csak megfogja magát, minden készen lesz, azt nyílt pillantás. Egy alkalomban itthon voltak, feleségestős, mi is ott voltunk a Erzsébe, ott odáltal az íróval beszélgettünk az asztalnál, ott Ágnesnél, olyan kicsi padokra, mint ez, be voltunk üve, és oda jött a lakadalom hívó. És mondta, hogy mi keresztapák voltunk. A lánynak keresztanyja voltunk. És keresztapja. Akkor a lakadalom hívó odajött, és azt mondja, hogy tudják ugye, hogy vasárnap lesz az esküvő. Mondjuk igen. Na hát akkor számoljanak aztán, hogy ne kelljen többet hívni. És azt mondja, hogy Tamási úr, itthon vannak ennek is? Azt mondja az író, itthon. Hát akkor legyenek szívesek maguk, és jönnek el az esküvőre, a lakadalomba. Nézzék meg a régi szokást, a falusi lakadalmat. Hát azt mondta, elmegy, hogy úgy is tudja, hogy szoktak csinálni. Amikor arra napra virattunk, hogy a lakadalom volt, hát egybe dűltünk, ahol össze volt hívva a nász népe. Hát ott illogattunk. Mikor aztán én a borból többet ittam, minden kicsit, hogy járt volna. Hát elkezdtem énekelni, nem törődtem maga, hogy ki van ott, vagy hol vagyunk, vagy mit csinálunk. Pontosan az íróval szembe ültem, sógorúra, és a feleségem mellettem úgy, mint most. A feleségem mondta, ne énekeljek, hát ne itt van, bátyám. Kicsit tartsam magamot, fegyelmezetnek. De hát én ahol nem törődtem, én csak énekeltem tovább. Amikor aztán vége lett a lakadalomnak, hajnal felé hada mentünk, és lefeküdtünk, és mikor így aludtam, hát
eszembe jutott nekem a lakodalom. Gondolom magamban, hogy vajon én nem mondtam el valami olyant, ami nem illik oda. Hát már most nem merek az író elejébe menni, mert ki tudja, én mit csináltam, vagy mit mondtam. Nem jutott olyan eszembe nekem. Már minden reggel által szoktunk menni Ágnes néninni. Én a másik utcában lakott, az író ott lakott velük. És reggel azt mondja Erzsi, a feleségem, hogy na, menjünk, azt mondja, bátyámék az által. Készítés, menjünk. Mondom, én nem megyek, mert szégyellem magam a tennapi részegségét. Aztán ő elment egy edzésé is, de homor. Azt mondja, bátyám, azt hiszem, te jár által. Hát gondoltam, hogy nem lehet elkerülni, hogy sose találkozzunk, hát által mentem. Mikor bementem a házba, köszöntem, és kezet fogtunk, leültem a padra, volt egy pad. Az híró ott jött, ment körülöttem, sógor úr. És akkor azt mondja, hogy sógor, reggelt énekelje. De hát a reggel korán, mikor fel kell az ember, ha nem is olyan korán, de nem fog énekelni. Mondom, én nem énekelek. Azt mondja Ágnes, hogy nem úgy van, bátyám. Előtt isznak, azután énekelnek. Hát hozadtok, azt mondja én. Elküldött egy leánkát a boltba, hozzon fenyővizet, az a fenyővíz a legerősebb ital volt a kocsmákba akkor. Hozott egy üveggel a leánka, de hamar, letette az asztalra, az író elővett két cikla poharat, kidugta, megtöltötte, és kocintottunk, megittuk. Na, azt mondja, most énekelj. Hát, nem lehet énekelni, mondom, hát az kicsi, kevés. Na, aztán rehagyta. Azt mondja, ha már nem énekelek, akkor diktáljam le neki azt az éneket. Aztán a diktáltam, gondolt, a szíve felírta. Az az ének úgy kezdődött, hogy jó estét, de nem mindenkinek. Csak annak a barna lánynak, aki engem szeret. Na, megakadtam. Aztán tovább. Tehát elfelejtettem az éneket. Repülj, madár, repülj, zöld erdőn keresztül, szája babám ablakára, csak ő van egyedül. Ha kérdi, hol vagyok, mondd meg, hogy rab vagyok. A szerelem városába fogoly madár vagyok. Ez az ének volt. Mesélődj egy Sándorról, milyen baleset történt? Égettük a bükkfából a szenet. Ide fel a messze volt, vagy 20 kilométer innen, az erdőn. Aztán ugye azt a fát felvágják, jó apróra, nem is olyan apróra, hanem minden a pátra olyan hosszú, és berakják, és abból aztán égetnek faszenet. És ő ott dolgozott, egyedül volt. Meggyújtott egy kicsi baksát, és az, amikor ebben égett ki, azon az éjjel a kalibát reagyújtották, körülbelül szándékos dolog volt. Kivégezték. Csak így lehet gyanítani, de nem tudjuk, vagy a kaliba magától esett reja, és elégett. Ő elégett. Tamási Áron, szülőföldem. A megélhetés dolgában sokat járt együtt a két testvér, főleg erdei munkára. Így esett ősszel is, hogy egy darab erdőt fogadtak fel a havason. Elmentek ketten, hogy levágják az erdőt, és el is végezték baj nélkül a munkát. Akkor sógor hazajött az egyik este, s a testvére ott maradt. Az ember sohasem tudja, hogy mire végzi.
mert ha tudná, akkor mind a ketten hazajöttek volna. De úgy beszélték meg, hogy az egyik jöjjön haza, s hajnalban hajtsa fel a lovakat a szekérrel, s a másik pedig őrözze addig a fát s a szenet, mert szapora most a tolvaj. Ferencre esett a hazajövés, az Erzsi urára, mert az ő lova is szekere éppen szabadok voltak. Hát Ferenc haza is jött, s jóformán egy keveset is alig aludt, mert indult vissza a szekérrel. Így is már szép reggel lett, mire felérkezett a helyszínre. Csengő volt az egyik lován, s az szólott. Már közel járt a helyhez, ahová igyekezett, mert éppen azon az erdei úton csengetett elé, amelyik kibukik a tisztásra, s ott a tisztáson a kicsi majorházra. A Ferenc testvére ebben töltötte éjjeli nyugodalmát, de nem jól. Mert amikor Ferenc odaért, hát a majorházat koromba omolva látja. Mindjárt megállította a lovakat, s maga még kereken járta az enyésztett helyet, melynek hammából még szivárgott is vékonyan a füst. Nem tudta elgondolni, hogy mi történhetett, de jó nem, annyi bizonyosnak látszott. Reszketni kezdett a lába, s egy darabig nem tudta, mit csináljon. Aztán kiáltott egyet, hát ha valamerről megszólalna a testvére. De nem szólalt meg. Még egyet kiáltott. Akkor sem szólalt meg. Arra elé kapott egy rudat, s a hammat túrni kezdte véle. Ott volt. Úgy elégett, hogy csak egy-egy dirib darab fordult ki a csontjából. De a lába feje egészen megmaradt a bakancsban. Kolozsvári lakós volt, aztán amikor jöttek az oroszokbé, akkor lett ő budapesti lakós. Azután jöttek oda, ide Vásárhelyre nálunk, és előtették, hogy maradjon itt, és azt mondja, hogy olyan hely, olyan hosszú lakást adnak neki, amilyenre ő kíváncsi, csak maradjon itt Romániában. Hallgatott, én gondoltam, hogy mi hallgatott, miért nem mond valamit. Aztán későbben mondom, három bátyám a maga, miért nem mond, marad itt. Lássa, hogy milyen jót adnak mindent. Azt mondja, hogy azok sokat ígérnek, csak keveset adnak, azt mondja, én úgy gondolom, hogy nekem ott a helyen, Pestő. Aztán nem jött haza a lakó úr, hanem csak így részletesen, mikor szeptemberben hazajövök. Mikor engedték haza, örökké hazajött szeptemberben, de egy húzomban 14-ig nem engedték haza forradalom után. Aztán vártuk, anyám jóisten nyugosan meg rosszul lett, és Gáspár megtáviratozta, hogy anyám rosszul van, aztán akkor hazaengedték, aztán egy vasárnap este, én itt aludtam, mert Gáspár és itt volt véve, és én itt aludtam, hogy ketten legyünk. Aztán ezt hallom, hogy a kapunk valaki bejött éjjel, és gondolom magamban, úristen, ki jöhet most ilyenkor, hogy mondom, Gáspár. Valaki jöjj, az az ajtó megnyílott, három bátyám a fejét bérugta, és aztán elment anyám, és megcsókolgatta, és anyám kezdett sírni, és azt mondja, lelkem, drága gyermekem, bár hogy megjött, én megláttalak. Mind a ketten sírtak, és az ágyam elé téve állott, megcsókolta a kezét. Abban a szobában volt édesanyám, lett az ágyban, abban a túlsó ágyban, és amikor halt meg, akkor oda ment, mert le akartak feküdni, este 11 órakor volt, én ütem a lábánál, Gáspár Ágnesnénem le akartak feküdni is, ők bértek ott a feleségével ebbe a szobába, hogy ide lefeküdjenek. És ahogy szembeütem édesanyámmal a lábához, én le voltam műve, és a többi készültek, hogy lefeküdjenek. És mondom, hogy Gáspár most édesanyám hol meg, mert itt sokan voltak este ott a szobába, és ahol azok eltágultak, aztán úgy akartak lefeküdni, és mondom, Gáspár most édesanyám hol meg, és azt mondja Ágnes nénem, mert ő is ott volt, ott aludt, hogy nem azt mondja. És ahol Gáspár felült, és leszállt az ágyból, szólott, Áron bátyámék most kijöttek, és akkor Áron bátyám a kezeit megcsókolgatta, és az ágy mellé letérgyepültek, és úgy imádkoztak. Ezt nem felejtem én soha. Mikor ő hazajött nyárba, mindig vett egy kasza felszerelést a boltba, és egy kaszát. A kaszának csináltatott nyelet, új kaszája volt. Aztán egyszer oda mentem, Ágnis lakott. Ágnisnak a kert, az épületek körül, ami van, gyümölcsös, azt ő kaszálta, kaszába.
De hát már olyan öreg kurva volt akkor. És oda mentem, leültünk, beszélgettünk, egy poklós le volt terítő, egy cigaretta volt rajta, és cigarettáztunk. Azt mondja, mámalak a szállam ezt. Hónap azt mondja, úgy nevezik a falu mellett, van egy kert, Balantelake. Hónap azt kaszállom. Ott van Ágnesnek, ott többnek volt akkor, porcelázott kaszállók voltak. De azt mondja, Ágnes megyen udvarra elé. Kedi piac volt, heti piac. De mondom, akkor én hónap is fogok, meglátogatom ott a kaszállásba. Oda menjek arra a területre. Délkor oda mentem, hát megfogta a kaszának a nyelit a nyakához közé, mint a kaszás, ahogy szokta. És járkál, nincs megelégedve, ahol lekaszálta a területté. Jött erre, jött arra, és meglátott engemet. Na azt mondja, sógor, jön csak ide. Nézzenek, idáig kaszáltam másnak. Most jött Andrea, azt mondja, hogy nem az Ágnesét kaszálom. Most azt mondja, a másik embernek azt mondja, mondta a nevét kié, annak lekaszáltam a porcoláját, most fogok az Ágnesé, és azt a sestőre lekaszálom. Hát mondom, sógor úr, ha a másik kaszált alá, az a pénzt megfizeti sógor úrnak. Hát nekem már ne fizesse azt, hogy nem pénzé kaszálok. Tévedtem. Akkor azt egyezték, hogy most már meg van engedve, hogy minden évben az évnek Párizs iszontőt is, a másik Pesten. Megengedte a két ország egymás között, hogy iszonyos hülyesen, és ott is hülyesen. Igen, de arról volt, hogy jöjj haza, és menjünk Városvásár elé, a színdarabját adták elé ott. Aztán addig olyan világ történt, hogy nem tudt hazajönni. Már beteg lett, beteg lett, aztán az orvosok nem engedték, onnan haza a Pestről. Betegen. Innen Marosvásárhelyre elment az orvos utána. Aztán azt mondta, hogy itthon kezeli, és felelősséget vállal, hogy itthon kezeli és gyógyítsa. De nem engedték el onnan a betegen. Nem engedték el. Aztán akkor mi elmentünk beteglátogatni, azelőtt a Gáspás, én. Akkor nem voltam én. Nem ugye, mert nekem nagy családom volt, és akkor nekem nem volt lehetőségem, hogy elmenjek, mert akkor valahogy még szegényebb volt a nép, mint most, pénzdolgából. Az akkor volt, hogy 65-ben ősztél. Már 66-ban meghalt, 65-ben ősztél volt. Karácsony előtt valamennyivé. Egy hónappal, kettővé, nem tudom pontosan. Nála jó volt. Csak hogy újjámbőre, milyen az ember tartott egy kicsit tőle, és hogy újjámbő, de aztán mégis alkalmazkodtunk mi is. Mert ő nem szerette az a rendetlenséget, hogy aztán a sok beszédet sem. Örök egyik úgy hallgatott, hogy akkor idáztak az ülök, hát akkor is társad beszélget, és mondtam, hogy felmentek, hát miért nem beszélget, több beszélget. Jó sebesen beszélgettem, hogy ne legyen helyen a beszédben. Mi most, hogy jó sebesen beszélget. Gáspár Harisnyában ment ki, és aztán ott nagyrágot is vitt magával, a viselő nagyrágot, hogy mivel itt van nyári időben dolgozott. Aztán a nagyrágba akart menni Pesten, azt mondta Áron, hogy te csak tedd le a nagyrágot, és menj a Székely Harisnyába. Úgy járkáltunk aztán Pesten. Tamási Gáspár, vadon nőtt gyöngyvirág. Szerettem nézni a Dunát, amint azon a hajók úszkáltak, különösen este, amikor ki volt világítva az egész hajó. Amikor mi már indultunk hazafelé, bátyám nem kísért minket az állomásra, mert a betegsége nem engedte azt, és az idő sem kedvezett. De azért mégis kijött a balkonyra az emeleten, és amikor a kocsi már indult velünk az állomás felé, ő a kezével integetett nekünk, mi is igen neki. Akkor mondta is Ágnes, hogy most jól elbúcsúztunk, mert többet életben nem látjuk meg soha. Így teltek a napok tovább, egész május 26-áig. És akkor meghallottuk a rádión keresztül, hogy a drága jó bátyánk meghalt. Elég fájó szívvel érkeztünk meg a nyugati pályaudvarra, és onnan taxival az Alkotás utcába.
De ekkor már 9-en érkeztünk Farkaslakáról, hogy mind a 9-en részt vegyünk a gyászszertartáson, a bátyánk koporsója mellett. Az volt a bátyámnak a végakarata, hogy a szülőfaluja temetőjében, a templom közelében helyezzék a holttestét örök nyugalomra. És ez az ő akarata szerint teljesedett. Nem voltak anyja, mint amennyinek kellett volna lenni. Hát most a tegnap előtt is elbeszélt egy korondi tanár, hogy neki ki volt adva, hogy nem szabad ide a temetésre eljönni, de ő megmondta a gyerekeknek, azért a ki akar, a jöhet csak nem csoportosan, hanem mindenki csak különbség, nem is ismerik egymást. És a tanár maga is itt volt. Na így mondom, akkor nem szabadott, hogy már ki volt adva mindenkinek, ezek a hivatalbéli emberek, ezek a nagyobb emberek, ezek nem igen jött soké, mert féltek minden esetre. Nem szabadott mondani se, búcsúztatni se. A papa a templomból elbúcsúztatta, de még sokan fél voltak készülve a búcsúztatásra, de nem engedtem meg a papa, azt mondta, ebbe véget írt a búcsúztatás. Ott a prédikáló székből ezt mondta. Nem engedték meg, hogy többet búcsúztassa. Aztán akik idegenből jöttek, mindenütt bukáltak erre sorra, mindegyik félt, hogy a hivatalát megszabadítsák. Leteszik. Mikor hazahozták a Gáspár, úgy akartak, hogy hozzák ide, rohatolázzák ide, hazafény, ide nálunk. Aztán azt mondta a pap, hogy nem engedi meg, a templomba rohatolázzák, és így éljön ott hát, aztán másnap temették el. Tamási Áron, szülőföldem. Erről is könyvet kéne írni, sőt, erről kéne igazán. A népi életformának ezer éves lelki és testi szerkezetéről, melyet nem politikusok ácsoltak össze valamelyik társadalmi osztály védelmére, hanem névtelen emberi mű, mint a nyelv. Nem kezdetet lát a születésben, és nem véget a halálban, hanem csak személyi változást mind a kettőben. És nem csak az embernek emberhez való kapcsolatát szabályozza, hanem a szövetséget is, melyet a természettel és az Istennel mindnyájunknak meg kell kötnünk. Valóban olyan életforma ez, melyben a közösség az első és legfőbb személy, s lelkében változatlan. Csupán az atyák és a fiak cserélik egymást.